Köszöntöm Önöket, a Kultúrszobát látják, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai adásba. Lezárult a Mésző centenáriumi megemlékezés. 1848-ban készült Gereben a hónap műtárgya. Lányi Péterre, a zenetanárra, barátra és alkotótársra emlékeztek a Művészetek Házában. Századik esztendeje született Szekszárdon Mésző Miklós Kossuth Díjas író, költő. A születésnapján versmondó versennyel, fotókiállítással, szoboravatással, könyvbemutatóval, valamint a Mészőydíj és emlékplakett átadásával emlékeznek a szervezők a kortárs magyar irodalom meghatározó személyiségére. A kiskutya meg a szamár. A szamár megirigyelte a kiskutya módját. Neki szabad volt a legszebb szobába bemenni, a legszebb bánkosra ráfeküdni. A programsorozat csatolt rendezvényeként ezúttal is vers és prózamondó versenyt szerveztek, melyre elsősorban Mésző meséjével érkeztek a versenyzők. A szervezők és a felkészítők közös véleménye szerint fontos, hogy minőségi irodalmat kapjanak kezükbe a gyerekek. Csötönyi László, a zsűri elnöke azt mondta, annak ellenére, hogy Mésző verseinél a prózái sokkal ismertebbek, ugyanakkor ezek olyan mélységű írások, melyhez a fiatal korosztály nem biztos, hogy megfelelően ért. És ez számtalan versenyen ki is ütközik. Én azt gondolom, hogy nagy fába vágja a fejszét, talán ezért sem csupán vers vagy prózamondó verseny, hanem vers és prózamondó verseny. Azért belegondolva a Mészői munkásságában, azért azt gondolom, hogy a prózája talán ismertebb, ezekből választani viszont a fiatal korosztály nem biztos, hogy tud, nagy segítség kell hozzá mindenféleképpen. Én mindig is preferálom, és akár a versmondó versenyek végén a zsűrizés vagy az értékelés alkalmával is elmondom gyakran, hogy minőségi irodalmat kell adni a gyereknek, meg lehet kínálni. Ehhez azonban általában felnőtt kell, egy olyan felkészítő tanár, tanító vagy akár szülő, akinek van ehhez érdeklődése, rálátása, kedve, és szeretne is ebben segíteni a diáknak, vagy akár a saját gyermekének. Fontos a szülő, illetve a felnőtt segítség, mert azt gondolom enélkül nem biztos, hogy mondjuk a szellemi érettségének vagy gondolkodásának megfelelő szöveget tud választani egy gyerkőc magától, hogyha mondjuk ráhagyjuk ezt a feladatot. Ez kikövetkeztethető. A részvét elülteti majd a virágot, s a nektár biztosítva lesz. Az özvegy csipketerítőt befonja a hó. Mészői Miklós a Névtelen című versével lett az idei versmondó verseny győztese, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulója, Szaka Veronika. Felkészítő pedagógusának véleménye szerint nyitottságra és gyakorlatra van szükség ahhoz, hogy valaki megfelelő színvonalon tudjon előadni egy mészői verset. Egy különleges alkat kell, egyfajta komolyság, hiszen a mészői versekben van egy olyan intellektuális és egzisztenciális problémakör, szinte minden esetben, amit, hogyha nem ért a gyermek, az azonnal látszik, azonnal mutatkozik. Szinte megúszhatatlan az, hogy a felkészítés során az eleje, az biztos, hogy elemzés, értelmezés, elemzés, és még ki tudja hányadszor is, amikor már benne vagyunk a versben és tanuljuk, akkor is még az elemzés mindig fölbukkan, minden egyes részletét érteni kell. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, mind a mellett, hogy milyen a gyerek vagy a vers és prózamondó nyelvi eszköze, hogy hogyan értelmezi, hogy tudja nem csak értelmezni, de értetni mondjuk a közönséggel az előadott verset vagy prózát, hogy látja-e, de ugyanakkor láttatja-e, hogy érzi-e, tudja-e éreztetni, és persze, hogy átjön-e az az értelmi, érzelmi üzenet, amelyet beleírtak abba a versbe és prózába. És mindez, mondja Csötönyi László, Mészőnél különösen fontos. A Mésző család fotógyűjteménye a hagyaték részeként érkezett Szekszárdra. A közel 3500 darabos gyűjteményből Lovas Csilla irodalomtörténész rendezett kiállítást a Szekszárdi Vármegye háza kiállító termében. Ennek egy tekintélyes és nagyon érdekes része a korai felvételek, ami Szekszárdhoz kötődik tulajdonképpen.
és abszolút kuriózumok vannak benne, nem csak családtörténeti, hanem helytörténeti, fotótörténeti kuriózumok. Ezeket kívánja tulajdonképpen a kiállítás bemutatni. A kezdő időpont a 20. század eleje, 1906, a szülők gyermekkori képei, ezek között például kuriózum az édesanyának az iskolai csoportképe, a Mayer Arló fiú és leánynevelő tanintézetnek a lányai láthatók, 4 osztály. Érdekesség, hogy még egy csoportképet ismerünk ebből a nagyon jelentős tanintézményből, az Babits Mihály édesanyjához kötődik. Tehát ezért nagyon érdekes. Az édesapa első fényképe, amit a gyűjtemény tartalmaz, az 1906-os érettségi képe. Itt érettségizett a Garai János gimnáziumban, Szabó Dezső festőművész, és sokan más jelentős személyiségek voltak az osztálytársai. És aztán az első terem tulajdonképpen jóformán az édesapához kötődő képeket mutatja be, hiszen nagyon érdekes fotók kerültek be a gyűjteménybe az ő oldaláról. Természetesen a képek mellé családtörténeti magyarázatokat, tehát a nagyszülők, szülők élettörténetét összefoglaló ismertetőket készítettünk, illetve ami a helytörténetet, az említett iskolai tablókép kuriózuma mellett Mészőnek is van egy ilyen, amiből szintén keveset ismerünk. A Mészőjék lakása az a takarékpénztár épületének az emeletén volt, ugye az édesapa szolgálati lakása, onnan jó néhány felvétel készült a piacról, körmenetről. A 1932-ben a filléres gyorsan érkező vendégek tiszteletére rendezett bemutatón, amikor a sárközi asszonyok és lányok körtáncát lehet látni. Aztán ugyanez Borgula fényképezte, ugyanebben az évben a távlovaglók érkezése Szekszárdra, az első fényképeket a Mészői albumból ismerjük erről az eseményről. A képek mellé olyan magyarázatokat, illetve feliratokat, és a fiókos szekrényekben a dokumentumok mellett olyan névsorokat láthatunk, osztálytársak, édesapjának, édesanyjának és az ő osztálytársainak, elemi iskolai, gimnáziumi osztálytársak, ahol számos ismerős név van, ma is ismerős. Reménykedem, hogy esetleg felismerhet a látogatók közül, a szekszárdi látogatók közül, esetleg még a képen felismerhetik a nagyszüleiket vagy dédszüleiket. Sorolja a Mészői díjasokat és a Mészői plaketteseket 2021-ig. Akkor kezembe vettem a könyvet, és hazavittem, fogtam egy cerkát, és odaírtam, hogy 2022 Dicső Zsolt. Köszönöm szépen, hogy megtehettem. A 2022-es Mészői Emlékplakett díjazottja Dicső Zsolt köszönte meg a kitüntetést. Idén ő kapta meg azt az elismerést, amit 2004 óta adnak oda azoknak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak Mészői irodalmi munkásságának ápolásában. Jó hosszú ideje dolgozunk Mészői szellemi hagyatékának ápolásáért, mégis az egyetlen Kossuth díjas írónk. Ha valakit, akkor őt tényleg piedesztára kéne emelni, büszkének kéne rá lenni, mint ahogy vagyunk is, és például ez a mai nap főleg a szoboravatással végén nagyon méltó megemlékezés, és dolgozni kell, ez sem nincs fel. Ha mi nem csináljuk, más valószínűleg nem csinálja. Az idei Mészői díjat Bartók Imre író kapta. A díjat évente egyszer január közepén, az író születésnapján egy személy kaphatja. A díjazott olyan hivatásnak elkötelezett, lehetőleg fiatal író vagy irodalmár, aki értékes művekkel jelentkezett és kész társadalmi kérdésekben, nehéz helyzetekben is nyilvánosan véleményt vállalni. Természetesen nagyon örülök, tényleg nagyon megtisztelő, főleg több okból is. Egyrészt természetesen a név már önmagában, ezt nem is kell valószínűleg részleteznem, hogy mit jelent. Bárkinek, aki ma
prózaíró próbál lenni magyar nyelvterületen, illetve hát az eddigi díjazottak névsora is, azt hiszem, hogy akinek van bármi köze a magyar irodalmaz jelenleg, azt tudja, hogy ez milyen minőséget képvisel, úgyhogy ez hát enyhén szólva zavarba is hoz, de próbálok rá úgy tekinteni, mint a megelőlegzett bizalomra a jövőbeli művekre vonatkozólag, úgyhogy természetesen nagy öröm volt megkapni a díjat. A Mészői Program sorozat idén január 19-én az író 101. születésnapján zárult, a Művészetek Háza előtt felavatták Mell szobrát, melyet Adorjáni Endre készített, és aki elmondta, hogy nagy megtiszteltetés volt számára megalkotni a Kossuth Díjas író emlékművét. Az első közeledésem hozzá egy pályázati kiírás kapcsán történt meg, ami az első feliratos emléktáblájának a elkészítésére írtak ki, én ezt a pályázatot elvesztettem, és akkor valahogy kialakult bennem egy ilyen belső, nagyon erős motiváció, hogy az általam nagyon megkedvelt, furcsa, érdekes, értelmes, jó arcot tanulmányozzam, és elkezdtem mintázni. Megcsináltam az első mellszobrot, ami mai napig itt volt a rendezvényen is, és több mint 10 éve a Mészői rendezvényeknek a díszvendége az a szobor, és megcsináltam egy másodikat, második mellszobrot is, ami lefagyott, és tavaly nyáron elkészítettem magamnak egy harmadikat, amire nagyon vigyáztam, és ősszel gyorsan levettem a negatívot, hogy ne menjen tönkre, csináltam egy gipszpozitívot, és akkor ért az a hír, hogy kellene Mészői szobor, és megbíznak, hogy próbáljam meg. És akkor mondjunk neveket, a múzeum igazgató úr, Rodor János értesített, hogy mi lenne, hát rövid az idő, csináljuk. Mondtam, hogy tisztelettel meghívom egy kávéra, és a teraszon így mutattam rá a szoborra. Utána aztán jött a nagy munka, gyorsan viaszba átültetni, meg öntülével tárgyalni. Az ünnepélyes emlékműavatás után a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait a szobor lábánál. Tölgyfából készült faragott szegrózsás gereben a hónap műtárgya. A Szekszárdi Wosinski-Mohr Múzeumban kiállított darab Decsről származik, vélhetően 1848-ban készült, és azóta generációról generációra öröklődött. 2021 óta gyarapítja a múzeum néprajzi gyűjteményét. A Szekszárdi Wosinski-Mohr Múzeum január havi műtárgya egy tölgyfából készült szegrózsás gereben. A falapba vert szegrózsás típus használata Nyugat-Európából indult. Magyarországon a 12.-13. században jelent meg, és szorította ki az eredeti típust. Három változata alakult ki, a szegrózsás, a szegsoros és a sörtés. A múzeumba került gereben 2021 óta gazdagítja a néprajzi gyűjteményt. Eredetileg a gereben elnevezés az egy olyan kézi szerszámot jelent, ugyanezt a célt szolgálta, de egy ilyen nyeles, hát nem is tudom, hogy mondjam, úgy kell képzelni, mint például egy zsírkeverő kanál, és abba volnának beleütve szögek vagy tüskék, és ugye kézzel húzták a szálakat vele. És hát ez a változat ugye olyan munkafolyamatra készült, egyrészt ugye gyorsabb is volt ezzel dolgozni, másrészt ezt vagy valami állványra lekötötték, vagy a lábhoz támasztva, és akkor úgy csapkodták bele a tüskéibe a kenderszálakat. És hát ez a típus, ez az úgynevezett szegrózsás típus, ugye kör alakban, rózsa alakban vannak benne a tüskék, azért nevezik szegrózsásnak. És hát ugye ez a gerebenezés, ez azt a célt is szolgálta, hogy már itt is osztályozták a kendernek a rostanyagát, tehát finomság szerint minél finomabbra gerebenezték, annál finomabb vásznat szőttek belőle, a durvábbból lettek ugye zsákvászon, ponyva, a legfinomabbból pedig a különféle házi vásznak készültek.
A magyar paraszti textil kultúra két fő alapanyaga a len és a kender volt, utóbbi volt a legelterjedtebb. A magyarság már a honfoglalás óta ismerte a kendert és a feldolgozásának módjait. A parasztság gazdálkodásában évszázadokon át jelentős szerepet töltött be a kender feldolgozása. A családi és a gazdasági szükségleteket szinte teljesen biztosítani tudták ezzel. Ugye a kendert azt Szent György napjától vetették, vagy Zsófia nap, áldozó csütörtök hete általában, ez volt a vetésnek az ideje is, 12-14 hét alatt beérett, és ugye ekkor betakarították, ezt mondták nyűvésnek, ugye gyökerestől kihúzták a földből, ezután ugye áztatták, vagy folyóvizekbe, vagy tóba, vagy kimondottan kenderáztató gödröket létesítettek, ennek is megvolt az ideje, mert az se volt jó, hogyha nagyon sokáig ázott a kender, akkor gyengült a rostja. 8-12 nap áztatás után megtörték a kender tilóval, majd szőzt csávázták, amitől sokkal puhább és selymesebb lett az anyaga, illetve sárgásra színezte a kender rostokat. Ez azt jelentette, hogy kukoricadarából, tökből, hamuból, különféle anyagokból egy ilyen erjesztő lét készítettek, ebbe is ilyen 4-8 napig ázott, hogy puhuljon és finomodjon a rost, és utána, miután ebből a, úgy mondták, hogy megkelt a szösz, ebből a szöszcsávából kivették a kendert, utána, miután megszáradt, utána jöhetett az a munkafázis, amihez ugye ez a tárgy is kapcsolódik, a gerebenezés, ugye ennek az volt a célja, hogy a rost szálakat minél finomabbra kifésüljék ezekkel az eszközökkel, és hát igazából utána kezdődhetett a fonás, és végül ugye a szövés, amikor a vásznat megszőtték. A Vosinszky Mór Múzeumban kiállított gereben Decsről származik, mondta el Csapai János. Ez ugye 1848-ban készült, ez egy díszes darab, hát sokszor díszítették különféle faragással vagy festéssel ezeket a gerebeneket. Ugye van rajta egy név is, Sándor Pál, hát valószínű, hogy ő készítette, vagy készítette. Annyit tudni róla, hogy 1822. november 22-én született Decsen Sándor Pál nevezetű személy. Az, hogy valószínű, hogy elkerülhetett Decsről, mert a halotti anyakönyvben nem található meg a neve. De igazából az ő családjában öröklődött folyamatosan ez a tárgy, mint tavaly bekerült a múzeum gyűjteményébe. Napjainkban a kendertermesztés mostoha sorsra jutott, pedig ezt a növényt számos hasznos dologra lehetne használni. Németországban szigetelőanyagként hasznosítják és préselt lemezeket készítenek belőle. A magjából kisaltott olajat pedig egészségmegőrzés céljából belsőleg is lehet fogyasztani. Lányi Péter 5 esztendővel ezelőtt hunyt el. A kiváló zongoristára, zenetanára emlékeztek barátai, pályatársai. Szellemiségének, munkásságának kezenyomát viseli a mai napig a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Bartina Néptánc Együttes vagy a Szekszárdi Muslinca Kórus is. Ezen az amatőr felvételen Lányi Péter kísér zongorán. Számtalan tanuló és hivatásszerűen a muzsikával foglalkozó kollégája élhette át ezt az élményt. Ha Lányi Péter szóba kerül, sokaknak van egy története vele, melyből kirajzolódik a professzionális zongorista, a muzsika iránti alázattal dolgozó zongorakísérő, a poénokból kifogyhatatlan társasági ember és a szívbéli jó barát képe. Lányi Péter 5 esztendővel ezelőtt távozott. Magasra gondolta az előadásmódot, a zenét, a muzsikát, a pedagógiát, a kísérletet, szinte a létet, és ezért nagyon nehéz volt vele kapcsolatot teremteni, olyan mély kapcsolatot teremteni, mert hát fel kellett hozzá nőni igazából, és hogy magasra tettem mércét, ez a kritikusságában is megnyilvánult, mert azért ő oda-oda mondogatott mindenkinek, hogyha és nem tetszett, és általában igaza volt. Inkább a muzsikus és a korrepetítori működése volt olyan, én azt mondom, hogy a mai napig pótolhatatlan. Tehát amikor ő leült a zongorához, nagyon sokszor hallottuk művészként is, de tényleg partnerként, és ezt ugye jó magam is megtapasztaltam, mert 11 évig dolgoztunk együtt,
és vele meglehetett azt, hogy na jó, most akkor menjünk a könyvtárba, keresünk egy hegedű szonátát, aztán játsszuk el. Tehát ő nagyon jó lapról-olvasási készséggel rendelkezett, és nagyon széles repertoár tudhatott a magáénak. Én az operettől elkezdve talán az angora versenyig, én azt mondom, hogy mindent átölelt. A könnyű zenétől a komoly zenéig. Badenyai László zongoraművész számtalan alkalommal ült közös zsűriben Lányi Péterrel. Kiemelkedő képességű előadónak tekintette, aki elhivatott volt a muzsika iránt. Husek Rezső honosította meg Szekszárdon a zongoratanárok országos versenyét, melyet Lányi Péter vitt tovább. Teljes, őszinte odaadással vitte tovább ezt, amíg élt és amíg tehette. És meg kell mondjam, hogy Lantos Pistával és Németi Attilával rendszeres zsűritagok voltunk, és meg kell mondjam, hogy nagyon vártuk. Noha rettenetes, nehéz elfoglaltság volt, ugye, mert reggeltől esik hallgattuk a darabokat, de a légkör, Péter személye, a környezet annyira megnyerő volt, hogy boldogan jöttünk mindig, és azt a két napot alig vártuk, hogy eltölthessük. Kiment a divatból az, hogy a zenetanárok koncerten játszanak. És ez nagyon-nagyon nagy hiba volt, mert egy tanár addig tud igazán tanítani, amíg maga is legalább valamennyire kézben tartja a dolgokat, a hangszerét, a darabokat. És ezt a hagyományt, amit Husek Rezső elindított, olyan mértékben fejlesztette tovább, hogy tényleg megmozgatta az egész országot, nem is tudom, a keleti és nyugati végektől kezdve mindenki ide jött versenyezni. Mert neked szépet, elismerőt, magasztosat mondani sosem volt éppen kockázatmentes dolog. Igen, jól emlékszünk arra az 5 évvel ezelőtti elég nehéz napra ott az alsóvárosi temetőben, amikor néhány perccel a szertartás előtt úgy szólván a semmiből érkezett egy jó izmos szélroham, és dőlt ott koszorú, váza, kaspó, minden, és akkor egynéhányan összenéztünk, s ha nem fegyelmezzük a végletekig magunkat, talán még a röhögés is kibudjan, mert tudtuk, ez bizony te voltál. Ez a te üzeneted volt. Gyerekek, na, ne csináljátok, nem kell ez a felhajtás, nagyon kedvesek vagytok, de inkább kocincsatok egyet, vagy valami. Úgyhogy törlöm is a ma este szótárából az olyan szavakat, mint emlékezés, főhajtás, tisztelgés. És nem csak azért, mert a korábbi tapasztalatokból kiindulva nem nagyon szeretnénk, ha ezt az igen szép, ám eléggé régi épületet esetleg ránk döntenéd, hanem azért is, mert az igazi, a legőszintébb szándékunk az, hogy itt ma este, legalább erre a kis időre találkozhassunk veled. Azt mondják, az ember 30 éves kora után már nem nagyon köt barátságokat, vagy azok a barátságok nem lesznek olyan igaz barátságok, mint a fiatal korban, gimnazista kor körül kötődő barátságok. Hát én 32 éves voltam, amikor Pétert megismertem, ő meg 3 évvel volt idősebb, mint én. Az első pillanattól kezdve ugyanolyan volt a dolog. Tehát abban a pillanatban, amikor először beszéltünk, megismertük egymást, akkor kialakult egy alap, ami aztán valahogy fejlődött, megállt, megint fejlődött, de tulajdonképpen ugyanazon az érzelmi szinten maradt, mint az első pillanatban, mert az első pillanatban egymásra találtunk. Mindenféle, tehát szellemiekben, valószínűleg intellektusban is, ha ezt mondhatom, és hát a művészi elképzelésünkben olyan módon, hogy nagyjából ugyanaz volt a művészetről a véleményünk. Péter ugye akkoriban még csak a klasszikus zene megszállottja volt, egy kicsit később ez oldódott, de ugyanakkor adja át a népzene felé is, és én hasonlóképpen nagyon, nagyon így gondolkozom a zene egy részéről, de én másik irányba is azért.
a jazz felé is ellenlépdelek, és nagyon sok mindent nem kellett megbeszélnünk, mert abban a pillanatban, hogy elkezdtünk róla beszélni, akkor tudtuk, hogy a másik mit gondol, hogy gondolja, miként értelmezi a dolgokat, és ez ilyen könnyed barátságát tette, vagy könnyed együttlétét tette a mi barátságunkat, hát egészen addig, amíg Péter meg nem halt. Elhagyott a szeretőm, én is őtet is azért, mert bátán búcsú van, hogy is szó meg nincs. Elhagyott a szeretőm, én is őtet is. 2006-ban alakult a Muslinca kódus, melynek szakmai gondozása is Lányi Péterben maradt. Néhány zenét csak elvétve tanult, de jótorkú férfiből faragott igazi bordalkórust. A nevet pedig hát Péter, Lányi Péter találta ki, tehát magát a Muslinca kórus elnevezést. Csak szuperlatívuszokban lehetne beszélni, hát Péternek a zseniális személyisége, fantasztikus sziporkázó humora, tehát az ő társaságában, aki ismerte, mindenki tudja, hogy fantasztikus volt lenni, hallgatni a történeteit, és hát ugye hát egy fantasztikus ember is volt mellette, tehát hát milyen volt, nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon hiányzik. És nem csak a muslincáknak, hanem mindenkinek, aki valaha kapcsolatba került vele. Hogy ez mennyire így van, mutatja, hogy 5 esztendő után is csupán az emléke megtöltötte a Szekszárdi Művészetek Házát. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!